iskola igyekszik lehetőséget biztosítani az itt élő magyarságnak, hogy megtalálja a számításait a továbbtanulás terén, ezért több szintű képzést tudunk biztosítani a főiskola keretein belül. Már bevetté vált Kárpátalján, hogy az általános iskolai 9. osztály után jöhetnek hozzánk felsőfokú szakképzési intézetbe, ahol ha sikeresen érettségiztek, kapnak egy érettségi bizonyítványt, és kapnak egy munkára feljogosító oklevelet, óvodapedagógia, könyvitel szakon, turizmus, alkalmazott matematika, vagyis rendszergazda, és szociális munkás szakon. Ezen kívül a nappali képzésünket is bővítettük, és a mesterképzésünk kínálata is növekedett. A nappali tagozatos képzésben az éven sikerült akreditáltatnunk a turizmus szakot, ezért jövőre erre is szeretettel válunk mindenkit, valamint végre a kémia tanári szakot, így a teljes tanári képzési kör nyitott mindenki előtt, óvodapedagógia, tanítói angol, történelem, földrajz, BSC szinten. Mesterfokon most van folyamatban az akreditálása az ukrán, a magyar, a biológia, a történelem szaknak, és már akreditáltattuk a matematika szakot is. Ezen kívül, miután tudjuk, hogy soknak nem sikerült az érettségi vizsga. Pontosabban az éven nagyon érdekes eljárási rend alakult. 9 év harc után a minisztérium a felvételi szabályzat szerinti bejutási ponthatárt alacsonyabban helyezte el a nemzetiségi iskoláknak. Így például a BSC szintre többen jöhetnek, mert mint hallottam, a ponthatárt nagyon sokan átlépték. Hogy százalékos arányban mennyi, ez nem tudom, mert még a teljes információkkal nem rendelkezünk. Viszont az érettségi bizonyítványokban az érettségit továbbra is olyan 20-30% nem tudta teljesíteni, mert ott csak a nyelvtani kérdéseket vették figyelembe, márpedig a nyelvtani annál általában a standard ukrán irodalmi nyelvtant kérik számon a diákoknál. Ezért, hogy nekik is legyen továbbtanulási lehetőségünk, magyarországi egyetemekkel kötött megállapodások alapján Ukrajnában nem akreditált, de Magyarországon akreditált képzésekre hívjuk a diákokat. Így mezőgazdasági mérnök, informatikus a Debreceni Egyetemmel, ápolónői, nagyon széles a kínálat, közgazdasági a Nyíregyházi Főiskolával, és örömmel kell bejelentenem, hogy a Vinyánszky Attila információi szerint az éven már végre színészképzés is indulhat ilyen formában. De tovább menve, akiknek még ez sem sikerülne, azok számára is gondoltunk, hiszen igen-igen nagy a munkaerőhiány, úgy Kárpátalján, mint Magyarországon, olyan szakmákban, amiből nagyon jól meg lehet élni, mondhatnám úgy is, hogy talán többet is ér, mint egy diploma, legalábbis anyagilag, ezért a Máté Szalkai Szakképzési Centrummal és a Baross Mezőgazdasági iskolával, szakiskolával, valamint a Georgikon iskolával, görögkatolikus szakközépiskolával kötött szerződés értelmében 13 szakmában indítunk szakképzést, amely lényege az, hogy érettségire épülő, és az érettséginél nem számít, hogy ukránból milyen vizsgát értek el, bárkit szívesen felveszünk, érettségire épülő képzésekben részesülhetnek autószerelő, szakács, mezőgazdasági és vadgazdálkodási szakember, cukrász, tehát nagyon-nagyon széles körű választék van, úgy, hogy nappali tagozatosak, tehát ajánlom a fiúk figyelmébe is, nem viszik őket 2 évig katonának, 1 hetet nálunk tanulnak, 1 hetet Magyarországon. Ez meg különösen fontos számukra, hiszen mi Ukrajnában olyan felszerelt szakmai hátteret gyakorlatokhoz nem tudunk biztosítani, mint Magyarországon. Nagyon kevés a CNC gép az asztalosok számára, vagy akár az olyan készülékek, amivel a gépkocsikat szerelik. Hívunk mindenkit, ennek a bázisát a Magyar Állam támogatásából megteremtettük Nagydombronyba, szeptemberben indulnak a képzések, és azt gondolom, hogy ebben az évben csak az nem fog tovább tanulni az érettségiző közül, aki semmi áron nem akar, mert olyan széles a képzési kínálat, hogy mindenki megtalálhatja a maga számítását.